Sziasztok! A mai adás az aranylabdával fogjuk kezdeni. Komoly változások vannak a díj kiosztásával kapcsolatban. Elmondjuk, hogy mi a véleményünk ezzel kapcsolatban. Beszélünk a Chelsea-ről, mert minden héten van valamilyen új fejlemény. Most éppen Roma Anambramovicsnak a vagyonát fagyasztották be. Megnézzük, hogy ez milyen kihatása lesz a klubnak a belügyeire. Párizsban viszont komoly vízhangot váltott ki a Real Madrid elleni bajnokok ligája kiesés. Meglátjuk, hogy merre megy ez a projekt, és egyáltalán hogyan alakul a helyzet Párizsban és hát marad egyetlen szakmai igazgatója a Párizsnak, amivel kapcsolatban arra gondoltunk, hogy beszélünk egy pozícióról, ami egészen egyedi a futball világában. A szakmai igazgatóknak a különböző szerepét fogjuk átbeszélni, bemutatni és kielemezni. Ezek előtt azonban kezdjük a hét Most akkor kezdjük a hét pillanatával, ami egy edzőváltás, egy kinevezés A Hertha Berlin élére Félix Magát lett kinevezve edzőként. Ami kapcsán egyébként itt a külpolitikai kapcsolatainkat is latba véve, vagy mondjuk úgy, hogy forráshoz jutottunk, és van egy vágatlan telefonbeszélgetésünk az elnök úr és a szakmai igazgató Fredi Bobics között. Ezt hallgassuk meg teljesen vágatlanul. Oh, Haló, tessék? Aló, Szevasz Fredikém, te vagy az, hallod? haló, halló, halló? haló, halló, 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 hány óra van ki? Halló. Hallasz? Werner halló. úr vagyok, Werner úr vagyok, Szervusz. 4 óra 13 nem az a lényeg, figyelj már, amiatt hívnál, mert vannak itt gondok, figyelj csak, hallod. Hallasz? A hallok, hallok, Szia, Busz Werner úr. Mi, mi, aludtál, mit csináltál, vagy mi van, aludtál? Hát elég korán volt még, mi újság? Hát figyelj, most azon gondolkoztam itt, itt a Klárival feküdtünk, és mondta, hogy nem jól áll a tabellán. Ránéztem az interneten, azt azt írta az eredmények, hogy nem, nem, nem jó helyen állunk. 17-ek vagyunk. Mi történt a csapattal? Há, figyelj, ahogy látod, hogy így mindenki hülye. Érted, végre megszabadultam a dárdai palitól, erre jött ez a tájfun. Nem tudott javítani az eredményeken, de hát még nem estünk ki, érted? Semmi, minden oké. A játékosok nem hajtanak semmit a pályán, érted? A játékban nincsen tartalom, ez mind az edzőnek a felelőssége. Én próbálok előre menni, meg dolgozni tovább. De hát tudod, ahogy mondják itthon is, a győztes edzőnek mindig igaza van. Csak hát itt még senki nem győzött. Szóval érted, nekem van igazam. Igazam van? Hát de igazam persze, van. persze, Földikém, nem is nem is rajtad akartam elverni a ford, de most mi van, nem hajtanak eléggé, vagy mi, nem akarnak? Nem akarnak, nem, nem akarnak semmit. De hát borzasztóak, érted, kértem játékosokat, kértem egy Jovicsot, erre igazoltatok egy Joveticset. Kértem egy Boatenget, igazoltatok nekem egy másik Boatenget. És mit csináljak ilyenkor? Jó, hát a Szandra tudod, milyen a, titkárságon, néha elírja a betűket, mert ő, őt se az eszéért vettük fel, tudod, hanem tudod, tudod. tudod, tudod, mire gondolok, hogy találkoztál vele a folyosón, na mindegy. Útka <túlva> elmentünk kávézni a Hilfestrasszéra, nem tudom, emlékszel-e, ott voltunk, olyan jó volt, képzeld el, a, a, olyan frappit ittunk, te, ó, na, na, mindegy. vissza itt a dologra, a problémákra. Itt az edzővel kapcsolatban akkor <túlva> Tájfuntak az a tájfunnak a nyakába, vagy mi legyen? Hát nem tudom, arra nem gondoltál, hogy a palit visszahozzuk harmadszorra? Hát figyelj, ez, egy, ez egy komoly klub. Ne, hogy már hülyének nézzenek minket gyakorlatilag. Hát ez nem, de palit nem hozhatjuk vissza majd jövőre maximum, de most, most a palit nem, nem lehet a palit, ne haragudj, palit nem lehet most. Jó, de figyelj, Werner úr, akkor, akkor szerintem ide valami bevált név kéne. Valaki, aki már bizonyított. Mondjuk felőlem jöhet az ott már. Á, hát Hitzfeld már visszavonult. Múltkor találkoztunk -e a válogatott mérkőzésen, nem, nem, ő már visszavonult, nem ez, nem, nem, vagy családjával foglalkozik. Ró. Jó, várj, akkor megnézem, ki van még a telefon kívülve. Trapattoni? A, figyelj már, hát ő már 83 éves, vagy 82 éves, hát múltkor alig tudtak annyi, annyi gyertyát gyűjteni a tortára, ne viccelj, mert nem lesz már jó nekik. Kicsit öregnek találom, mert nem lesz jó nekünk ő már. Jó, figyelj, legtutibb. Klaus Topmöller. Öh, hát őt utoljában Grúziában látták, úgy hallottam, de nem, nem, nem lesz jó, nem lesz jó. Nem, valami jobb, jobb edzőre kéne gyerekek, valami komoly edzőt hozzunk már ide nekünk. Jó, figyelj, az nem könnyíted meg a dolgomat, de nem kellene valami, mondjuk egy Hoop Stevens? Jó, de hát én meg tudod, a sárkéban emlékszel, tudod, tudod. Megvan az a sálkés történet, azt most a sálket tudod. <laughs> Mondd ezt a kettő, ha mi nem oda készülünk, érted? Hát <laughs> nem vicceljére. Fredikém, tudsz tenni jobbat is, bízok én benned. Jó, figyelj, akkor azt mondd inkább, hogy milyen edzőt akarsz, jó? Aztán találjuk meg úgy. De figyelj, kéne valaki, aki jó odaver a gyerekeknek. Azt mondja, hogy figyelj, itt futás van, futás, futnak, érted? Fut mindenki, edz keményen, azt odaver keményen. Valami kemény, erőskezű sávó kéne nekünk, aki itt, a akkor lesz futás, meg edzés. Figyelj, ne mond semmit, Werner úr, tudom, hogy kit kell hívnom. Küldöm a magátnak a számát, te is kapod, felhívom, rögtön tárcsázom. Na látod, Fredikém, hát ezért tartalak téged. tehát Ilyen egy jó ember, gyerekek, jól van, figyelj csak, küld a számát, intézem akkor, meg a, akkor a bónuszt is, ahogy neked megbeszéltük. Tudod, jó van, oké, na figyelj, csókolgatlak, puszigatlak, aztán minden, akkor holnap beszélünk, jó vagy ma? Jó, szia Fredikém, puszikállak, szervusz. Jó, szervusz, szervusz, szervusz. És beszéljünk valami egészen más témáról, az aranylabdáról. Nagyon sokan kedvelik, nagyon sokan gyűlölik. Krisztof évek óta gyűlöli, én csak egy pár éve gyűlölöm az aranylabdát. Viszont most komoly változásokat vezettek be itt a díjkiosztása kapcsán. Arról sajnos nincsenek információink, hogy a sajtóstólért idén milyen módon fogják kiosztani, de az biztos, hogy az aranylabda kapcsán azért tényleg változások történtek. Krisztof egyébként írt egy, egy posztot az oldalára, amiből én kijegyzeteltem a lényeget, hogy ezt most akkor el is mondanám nektek. Hajra! <laughs> szóval, hogy az eddigiekkel el ellentétben végre nem naptári évre fogják kiosztani a diakat, hanem szezonra, ami hát alapvetően ez egy tényleg egy erőrelépés, a szavazóknak a tábora is megváltozik, hiszen a, az eddigi összes FIFA az újságírói küldhettek szavazatot, most ez megváltozik, és csak a top 100, a FIFA-nak is a top 100 képviselői fognak szavazni itt a, a listán szereplő nevekre. Valamint az is megváltozik, hogy már nem csak a France Football újságírói fogják meghatározni ezt a short listet, vagy azt a rövid listát, ami alapján lehet szavazni az adott játékosokra. És még egy fontos dolog a szempontrendszer kapcsán, ami, ami változik, hogy, hogy már nem a trófeákat fogják nézni, nem azt nézik, hogy ki milyen címmel rendelkezik, hanem az egyéni eredményeken kívül a csapatra gyakorolt, Hatást fogják nézni, és egyáltalán nem fontos, hogy az adott klub, adott nemzet, adott válogatott milyen trófákat hódított el abban a szezonban. Összességében ez egyébként egy pozitív előrelépés, és ők is láthatóan nézik a hot topic uh, sorozatot folyamatosan, nem? Chris? Azt, Azt mondod, nézték a bingónkat, Na, annak idején, amikor a Gála, gála estét néztük. Hát uh... Nézd, ugye aki, aki követ minket, meg aki hallgatta a műsort akkor, amikor most legutóbb is kiosztották a díjakat, az láthatta, hogy többek között ezért nem szeretjük ezt a díjat, mert az, hogy önmagában az, hogy egy egyéni díjat kialakítasz és kiosztasz egy csoport vagy egy csapat sportban, az már önmagában egy kicsit diszonáns, de az, hogy ennyire kusza volt a szempontrendszer, meg ezek a tényezők, amiket most felsoroltál, ezek miatt volt gyakorlatilag egy ilyen tét nélküli semmi, ami miatt aztán tényleg ezersőbb vérzed. Az, hogy most ezeket a változtatásokat meglépték, azzal érződik egyfajta elmozdulást, hogy a francfutbolnál valószínűleg érzékenyek voltak a kritikákra, nyilván ők is olvasnak szaksajtót, ők is ezért tájékozódnak, nem egy buborékban élnek, és hát nekem tetszik ez a fajta elmozdulás. Szerintem még egyébként lehetne ezt tolni valamerre, de én, én határozottan érzem azt, hogy itt a kritikákra való válasz lett ez, hogy, hogy így változtassák. Az, hogy végre nincsen naptári év, az, érte, szinte már már fura, hogy csak 2022-ben lépték ezt meg, ahol gyakorlatilag a foci ciklusa az mindig ugye ősztől tavaszig tart, és soha nem egy naptári évet néztek. Az, hogy szűkül a kör, az meg nyilván tudták azt, hogy mennyire nevetségtárja az, hogy van egy, nem tudom, egy perifériás nemzetné valaki, aki Liverpool szurkoló, és onnantól kezdve Alexander Arnoldot jelölte meg aranylabda díjazottnak. Érezték, hogy ez kínos. Ezért aztán, de hogy közben meg tudják azt, hogy azért a demokráciának van egy ereje, meg ez mégiscsak egy demokratikus úton kiadott díj, tehát megpróbálták valamennyire ezt a demokratikus jellegét megtartani a díjnak, de közben meg szűkítették a kört, én egyébként még mindig azt mondom, hogy nem lenne az olyan rossz, hogyha egy szakértői panel fogná ezt az egészet. Tehát nem csak olyan sportuszsági írók, akik mondjuk a helyi mti is híreket átveszik és azokat dolgozzák fel az idejük nagy részében, hanem akik tényleg jobban bújják a statisztikákat, jobban ismerik ezeket a rendszereket, tudják azt, hogy mit hogyan kell nézni. És hát az, hogy az új szempontrendszer nem is van nem annyira újnak, csak ugye mindig az volt a legnagyobb ilyen, ilyen fonáki ennek, hogy Gyakorlatilag három szempont alapján lehetett odaítélni a díjat, ez volt ugye az egyéni teljesítmény, a karrier, meg a fair play. Soha nem volt kimondva az, hogy egyébként ezt így hogy kéne összeegyeztetni. És most, ha nem is feltétlenül egyértelmű, de legalább eljutottak hogy azt mondják, hogy valami prioritás legyen, és ebben nem a kupák fogják ezt élvezni. Úgyhogy érdekes módon hallottam olyan kritikákat, ahol azt mondták, hogy messzinek így akkor nem 6, hanem 11 aranylabdája lenne, nem tudom, tehát hogy válog, most ezt szerintem válogassuk le, hogy most Messi túl sokat nyert, meg, meg voltak olyan évek, amikor tényleg rezgett a lét, de hogy Messi idén azért is tudott nyerni, mert volt egy döbbenetesen jó barcelonai félszezonja, volt egy szabad szemben alig látható PSG-s félszezonja, és köztem meg volt egy Copa America, és hogy valószínűleg a mérleg nyelve e felé döntötte el Lewandowski ellen. Szóval Oké, okay, valószínűleg, hogyha ez a szempontrendszer lett volna most, akkor nem messzi nyerte volna, hanem valószínűleg Lewandowski, és most nem ilyen aranysaltos tallér díjakról beszélgetnénk. Igen, alapvetően az előrelépés az szerintem is pozitív, még lehetne innen hova fejlődni, de ahonnan jön az aranylabda rangja, az legalábbis számomra vagy, akik mondjuk komolyan veszik a, a focit, számukra ez egy előrelépés. Szerintem is a a körnek a szűkítés az egy jó ötlet, de még lehetne ez szűkebb, és itt nem feltétlenül arra gondolok, hogy most nem tudom ki a FIFA rangista századik helyezettje, melyik ország az, de hogy alapvetően az azért problémás, hogy a Sri Lankai Liverpool szurkolónak a szavazata az pont ugyanannyit ér, mint bármelyik komoly szakmai újságírónak a, pont pontszámai, hiába Alexander Arnold ott jelöli meg minden évben, és tehát ezt kicsit tényleg lehetne szűkíteni, sokkal inkább a szakmaiság irányába, én ezt itt tényleg látom, meg ez nem szűri ki az ilyen az ilyen hülye szavazatokat, akár azt, hogy mondjuk Magyarországot érdemes megnézni az utóbbi években kikre szavazott, és milyen eredményeket osztott ki. Tehát ez nem fogja kiszűrni ezt. Tehát továbbra is lesznek szerintem ilyen furcsa szavazatok, amikor így, így húzzuk majd a szemöldökünket. De valamit lépett elő ez a történet mindenféleképpen. És ugye azért is érdekes, mert ebben a szezonban, vagy ebben az évben, ebben a raptári évben lett volna egy világbajnokság is, ami kimarad a sztoriból. Tehát már most ki fogják osztani a szezon végén az első új aranylabdát, ahol már nem az lesz a lényeg, hogy akkor ki lesz ott a Katari vébén és így Lewandowski akár nyerhet is aranylabdát, anélkül, hogy akár bajnokok ligáját nyer a csapattal, vagy a lengyelekkel szerepet szerepel egyáltalán a világbajnokságon. Szóval, hogy sokkal inkább az egyénre helyezik ki az egyéni díjat, ami egyébként jó, de ez továbbra is egyébként a csapat csapatsporták, tehát ezek az egyéni díjak egyébként rang szempontjából azért olyan sokat nem fognak emelkedni emellett a nézőpont mellett, én azt gondolom. Folytassuk a Chelsea-vel, hát és megszokott módon, mióta hot topicot gyártunk, mindig az van, hogy ki az adásunk a szokott szerda 18 órás időpontban, és 18 óra 13 és fél perckor megjelenik valami olyan hír, hát ami olyan fontos, hogy gyakorlatilag, amit addig elmondtunk, az megváltozik az adott adásban, úgyhogy reméljük, hogy most nem így lesz, de a Chelsea kapcsán azért nagyon sok minden változott meg azóta. Ugye akkor azt mondtuk, hogy eladó a Chelsea, ami azóta sem változott meg, hanem az változott meg, hogy a Chelsea-nek milyen lehetőségei vannak az eladásra. Hát Román Abramovicsot gyakorlatilag kizárták, nem hogy a Premier League-ből, gyakorlatilag Angliából is a, a, gazdasági és személyi szempontból egyaránt, és ezáltal megnehezítődött a, a Chelsea-nek az eladási lehetősége. A chelsea nem pedig komoly szankciókat vezettek be, mégpedig a mostan, mostani pillanattól kezdődően nem értékesíthetnek semmilyen jegyet, semmilyen relikviát és egyéb tárgyat, minden pénz, ami befolyik a Chelsea kasszájába, az azonnal zárolva van. Limitálták összegszerűen a hazai rendezésű mérkőzéseket és az idegenbeli mérkőzésekre, hogy mennyit költhetnek, de emellett a, a jelenlegi szerződéssel élő játékosok, edzők és mindenféle kiszolgáló személyzet megkapja a bérét és fizetését rendesen úgy, ahogy a szerződésében szerepel ugyanakkor nem hosszabbíthatják meg egyetlen játékosnak sem a lejáró szerződését. Hát és innentől kezdve azt gondolom, hogy ezek a szankciók már a pályán is láthatóak lesznek. Egyelőre a Newcastle elleni mérkőzésem. Azért viszonylag keveset láttunk ebből, az látszik, sőt, sőt, talán az látszik, hogy a, hogy a csapat egy kicsit jobban összerázolott, egy, 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 egy egy Kicsit mentálisan azért lehet, hogy megerősíti ezt a csapatot, akár még győzelemig is me mehetnek egyébként ezek után, teszem ezt hozzá csak így zárójelben, de hogy azért nagyon komoly problémák elé, vagy olyan, pro olyan komoly problémák elé néz a Chelsea, amit nagyon-nagyon nehezen úszhat csak meg hosszú távon. Igen, tehát gyakorlatilag ilyen működési költségeket tudnak fedezni, kifizetetik a játékosokat, de ugyanakkor meg ugye jegyeket, meg merchandising termékeket nem lehet eladni, be is zárt a szurkolói boltjuk Uh, meg az, amit mondtál, ugye az adásvétel a játékosokat illetően ez, ez, nem tud folyni, és ugye a ráadás az az, hogy, hogy a szponzorok is elkezdtek elállni, tehát felfüggesztették a szerződéseiket, ugye a főmeszponzor, meg a, a ami a kardjukon is megjelenik, tehát hogy uh, itt azért a klubnál érződik az, hogy itt, itt, bevétel fog kiesni. Itt az a kérdés, hogy tényleg mennyi, és hogy meddig fog fennállni ez a helyzet, és hogy Oké, okay, ha, ha ha kiesik a bevétel, mivel fog, miből fogják fedezni a költségeiket? Vehetnek-e fel hitelt? Nem nagyon. Ilyenkor van egy biztosító, aki fedez valamekkora részt? Nem nagyon. És ugye most ilyenkor a, nekem a legfurcsább ebben az az, hogy ugye Thomas Tuchel találják meg gyakorlatilag hetente kétszer azzal, hogy ugye a sajtótájékoztatókra jár, és őt kérdezik meg, hogy, hogy akkor mit szól ahhoz, hogy Roman Ambramovics el fog menni, mit szól ahhoz, hogy most ez van. És akkor mindig ő kénytelen válaszolni, és, és hogy valamennyire beleáll ezekbe a helyzetekbe, hogy amikor mondjuk éltették Abramovicsot a ukrán játékossal szemben a bizonyos mérkőzésen, akkor azt mondta, hogy it was not the time, hogy ez a, ezt azért nem kellett volna, vagy ez nem volt jó időzítés de hogy most is, amikor kérdezték, hogy ugye a Lille fognak pályára lépni a Bajnokok Ligájában, akkor azt mondja, hogy nem tudom, hogy hogy fogok felmenni. Te oda menni, felteszi a kezét, és azt mondja, hogy hát, ha repülővel, repülve ha vonatta, vonatta. Ha, ha se tudunk, akkor beülünk egy kis buszba, és én fogom vezetni, és elmegyünk úgy. Tehát, hogy ennyire ilyen szorult a helyzet, és hogy valamennyire ezt egy kicsit igazságtalannak érzem, hogy Thomas tuhel szemben, mert hogy Azért a chelsea vannak vezetői, és ha már beszéltünk az elmúlt hetekben Marina Granovskájáról, vagy Bruce Buckról, vagy magáról ról egy kicsit azért úgy elbújtak most az árnyékban, és hogy tök jól lenne szerintem tőlük is hallani azt, hogy hogy most akkor éppen hogyan, hogyan zajlik az ügymenet. Úgyhogy nagyon, nagyon furcsa ez az egész, tehát hogy ilyet még klubnál nem láttunk, hogy azt mondták, hogy gyakorlatilag zárolnak mindent. Ami a leginkább furcsa az az, hogy, hogy a Chelsea-nél tulajdonképpen mi változott? Semmi. Tehát, hogy ez, hogy Abramovicsról eddig is tudták az hogy ott van Angliában, tudták az hogy milyen szálakon fűződik Oroszországhoz, az orosz vezetéshez. A közösségnek egyébként egy elismert tagja volt, egy prominens tagja volt Angliában, mert egyébként látszott az, hogy mindenféle kampányokban részt vett, a Chelsea-t mégiscsak felfuttatta, tehát hogy az, a, ami most történik a chelsea az ugye ezt a dilemmát dobja fel, hogy tulajdonképpen számít-e az, hogy honnan jön a pénz ha azt mondjuk időközben értékteremtő dolgokra fordítják. És hogyha mondjuk van egy tetemes összeged, és azt egy futballklubba fektetnéd, akkor érted, miért ne tehetnéd? Csak hogy ugye a klubfocinak van egy ilyen furcsa sajátossága, hogy lehet ezt ilyen üzletként ö, működtetni, de azért ez nem csak egy biznisz, hanem itt van egy nagyon szoros kapcsolat ugye a szurkolókkal, ami aztán ugye felveti azt, hogy ha minél távolabb van a, a, a a tulajdonos, vagy hogyha ilyen furcsa különböző politikai szálakkal fűződik valamilyen rezsimekhez, akkor onnantól kezdve már felmerül a kérdés, akkor ki, ki az, aki vezethet egyáltalán egy futballklubot. És ugye szintén nagyon sokat beszéltünk az elmúlt hetekben arról, hogy mi az a sports washing, mi az mi az egész soft power jelenség, akár a Newcastle kapcsán, akár a PSG kapcsán, akár most ugye a Chelsea kapcsán, hogy, hogy lényegében és nem szeretem annyira ezt az analógiát, de ugye ezt a jéghegy meg a csúcsát látjuk. És a jéghegy csúcsa az az, hogy tessék, itt van rengeteg pénz, gólok, stadion, játékosok, minden szép, de valójában meg ugye a felszín alatt olyan rezsimek működtetik ezeket, vagy olyan korrupciós rendszerek, vagy olyan hát, sötét múltal rendelkező emberek, ahol pont az a cél, hogy ezt ugye eltakarják. És azzal ugye, hogy elfogadod ezt a pénzt, azzal vállalod, hogy nem nézel oda, és hát most gyakorlatilag ebben a dilemmában voltak a chelsea hogy, hogy nem néztek oda, és most fennáll ez a, ez a, helyzet, de ugyanúgy fennállhatna a jövőben olyan kluboknál is, ahol tudjuk azt, hogy milyen befektetői hátterek vannak, és hát lehet, hogy majd kelleni fog egy geopolitikai konfliktus, hogy ez még jobban így a felszínre hozzánk, úgyhogy most erről is megy egy ilyen diskurzus, hogy hogyan lehet ezt az egészet megelőzni, szabályozni, ellenőrizni, szóval arról, hogy mondjuk esetleg egy ilyen független regulátort így behozni a képbe, és akkor legyen egy intézmény, aki így mondjuk jobban profiloz, megnézi a hátterét ezeknek a kluboknak, vagy befektetői csoportoknak, vagy mondjuk azt mondják, hogy megváltoztatjuk a kritériumrendszert, és mondjuk beépítünk egy ilyen emberi jogi záradékot ebbe az egészbe, ami mondjuk egészen nevetségesen, vagy elméletileg, vagy idealistának hangzik, főleg tudván, hogy néhány hónappal ezelőtt a Newcastle hogyan tudta megvenni egy, egy szaúdi befektetési alap. Abszolút. Itt tuhál kapcsán, hogy miért őt találják meg, szerintem egész egyszerűen azért, mert őt a legegyszerűbb elérni. Neki vannak kötelezettségei ugye a Premier League által, tehát neki sokszor kötelező interjút adni, és ott ugye nincs meg szava, hogy az adott mérkőzésről kell csak beszélnie, vagy csak azzal kapcsolatban kérdezhetik, hanem azt kérdezik tőle, amit akarnak. És hát nyilván Tuhán meg nehéz helyzetben van neki, valamit mondania kell, meg ő továbbra is a vezetőedző, aki azért dolgozik, hogy a csapat sikeres legyen. Úgyhogy nyilvánvalóan neki, neki kell valamit kitalálnia, és egyébként ez, ez hogy, hogy ilyeneket mondom, mint amit te is mondtál, hogy hogyan jutnak el majd Lilbe, itt a, a, a hétközi BL mérkőzésre, hát valahogy biztosan, biztosan megoldják, de hogy azért nagyon komolyan ö, odavág ez a, ez a, csapatnak. És felmerül azoknak a kérdés, hogy oké, okay, akkor mi lesz itt a szerződés hosszabbításokkal, Hát várhatóan semmi, mert ugye most is van, tehát szerintem három olyan fontos játékos van a keretben, aki, akinek lejár a szerződése, ugye Aspilicoeta, aki már nem mellesleg a csapatnak a csapatkapitánya is, Rüdiger, illetve Krisztenzen. Tehát, hogy, hogy valakinek biztos, hogy kelleni fog mind a három játékos, hogy valakiknek mindenképpen kellnek ezek a játékosok, és ez, szerintem ez el is dölt, hogy innentől kezdve rájuk le fognak csapni, mert hogy nem, marad, nem maradhatnak Londonban, vagy Londonnak a kék oldalán mondjuk így. Úgyhogy ez mindenképpen odaverheti a csapatot, még akkor is, hogyha mondjuk ez a, ez a gazdasági probléma megoldódik úgy, hogy eladják a klubot. Most legutóbb azt olvastam, hogy 2,7 milliárd euróért, vagy fontért, bocsánat, milliárd fontért szeretnék továbbadni. Van is érdeklődés, egyébként egy bizonyos szaudi, szaudi, csoport is érdeklődik ez iránt, a, ez iránt a biznisz iránt, úgyhogy ez megint egy olyan kérdést vett föl, amit a Kriszt is pedzegetett, hogy egy ilyen, egy orosz oligarchát lecserélni egy szaudi pénzemberre, ha az erkölcsi aggályokat teszi fel valaki, szerintem akkor tök jogosan húzza elő ezt a kártyát. Igen, és hogy érted, hogy az átlag szurkoló őszintén szóval most érdekli őt az, hogy tehát, hogy, hogy hibáztatható-e egy átlag szurkoló, aki azt mondja, hogy figyelj, én élem az életemet, dolgozom, a hétvégén szeretnék egy jó meccset nézni, Emlékezzek egy kocsmába, otthon a tévé előtt nézve, leülök, és nem feltétlenül tudok arról, hogy éppen nem tudom, adott országban hogyan tiporják sárba az emberi jogokat, vagy nem tudom, milyen ö, milyen államrendszer működteti, meg hogyan, hogyan tartja egyben az állampolgárait. És innentől kezdve meg. Innentől kezdve, akkor most hibáztatható-e ez? Most egy chelsea voltak-e tüntetések az elején? Voltak-e azok, akik azt mondták, hogy nem? Tehát ez, ezt az egész dilemmát, amit most az előbb felvázoltam, ez, ez dobja fel. És hát ugye az európai klub foci meg ilyen szempontból ilyen nehéz helyzetben van, hogy lehet beszélni azokról a, a befektetői csoportokról, ahol tényleg tudod azt, hogy figyelj, abban az országban, hát, olyan dolgok történnek, ami miatt azt mondod, hogy lehet, hogy az elveidet egy kicsit, hát vagy ha nem is kukázni kell, de hogy ez a nem, nem, tekintesz bizonyos dolgokra, nem nézel oda. A másik oldalról meg lehet beszélni arról, hogy mondjuk vannak amerikai befektetők, ők is ugye elég sokan megjelentek ugye az európai klubfotballban, ők meg, ha nem is feltétlenül ilyen ö, államformai bonyolodalmakba esnek bele, de ők meg például szeretnék az európai klubfocit kicsit szinte, intézményi szinten megváltoztatni. És ez az egész szuperliga kezdeményezés, meg nyomás, ez gyakorlatilag tőlük is ered. Tehát innentől kezdve, meg ez a harapófogó, ez egy kicsit két oldalról jön, és ez, ez most a nagy dilemmája ennek az egésznek, hogy akkor hogyan lehet fenntartani azt a fajta futballhagyatékot, ami Európában kialakult, a, a nyitott bajnokságokkal, a... Közösségiséggel, ahol azt mondod, hogy figyelj, te alapvetően egy futballklub vagy, de te egy várost is képviselsz, vagy egy országot, vagy egy régiót is képviselsz. Tehát, hogy ezt a fajta identitást hogyan tudod megőrizni, és ugye ezt dobják be most nagyon sokan Angliában is, ugye a, a, a közbeszédnek a tárgya, hogy akkor álljanak át ilyen, ilyen közösségi formákra, mint mint én a Wimbledonban, ahol a, a, a klubnak a többségi tulajdon részét, ezt egyébként a szurkolói befizetésekből kapják vagy a németországi, ugye ez az 50 plusz 1-es szabály, tehát hogy ilyesfajta ilyen ö, átmenetekre, vagy ilyen, egy, vagy ilyen létezési formákra próbálnak meg átállni, vagy erről is van szó. De ne, nem tudom, tehát nem, nem gondolom azt, hogy most a Chelsea helyzete feltétlenül e felé fogja terelni az egész ö, európai labdarúgást. Érted, a Chelsea-nél is egy, egy nemzetközi fegyveres konfliktus kellett ahhoz, hogy egyáltalán itt kapcsoljanak. Erre mondom azt, hogy, hogy lehet, hogy majd jönni fog egy ilyen regulátor, vagy egy intézmény, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy na, majd egy kicsit jobban megnézzük, hogy ti most a szaudi állam részei vagytok, vagy ti, tényleg csak egy független befektetési alap, na jó, na jó, érted, és akkor majd ugyanúgy szemet hunynak felette, tehát, hogy nem nagyon hiszek abban, hogy a bürokrácia ezt, ezt, ezt az egészet fel tudja oldani, de ki tudja, lehet, hogy más kezdeményezések is lesznek, meg lehet, hogy ennek nagyobb hulláma lesz így a a cselzi tanulságait leszűrve. Bizonyos, ezek a nagyon nagy hullámok egyik nagyon messzire vihetnek, hiszen mondjuk ha a Premier League oldaláról vizsgáljuk meg, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt tíz évben, vagy mondjuk tíz év alatt sikerült gazdasági szempontból az összes többi liga fölé emelkedni, aminek az lett a következménye, hogy, hogy a legerősebb európai csapatok jelenleg Angliában vannak. És nyilván erről a szereplő azért, ez egy hosszú út volt, ami egy sok összetevős játék, de hogy ezt azért nem szívesen dobnák oda egyébként ilyen könnyen. Ezt is itt mérlegelni kell, mert itt jelenleg egyébként két irányba vezet az út, és az egyik tényleg ez a superliga vagy valamilyen olyan még gazdaságilag még erősebb ilyen extraliga, ahol tényleg nagyon kevés csapat, de nagyon-nagyon sok pénzért játszanak nagyon sok mérkőzést hogy ezt hogyan nevezzük, nevezhetjük szuperligának, nevezhetjük újra gondolt bajnokok ligájának, stb. stb. Ez az, egyik, ez az egyik út. A másik út pedig az, hogy egész egyszerűen megszűnik az a rendszer, hogy egy, egy klubba 25 sztár játékos játszik, ha, ha nem csak itt 8, 9, 10, 11 maximum. Mert ezek a játékosok nem fognak lemondani a fizetésükről. Tehát, hogy erre azért e e ne keressük itt a, ennek a lehetőségét, hogy jó, majd akkor konszolidálják itt a saját fizetésüket, és akkor majd kevesebb aláírás pénzt kérnek a menedzserek, ele kevesebb aláírás pénzt kérnek itt a, a, a játékosok. Azért ettől nem kell félni, vagy kevesebb fizetést kérnek, szóval ettől nem kell félni. Ezért, ezért gyanítom azt, hogy valószínűleg egyébként az egyes lépés fog megtörténni. Hogy milyen formában ezt nem, nem látjuk még. De hogy alapvetően a gazdasági fölényét, meg gazdasági előnyét ilyen erkölcsi alapokra hivatkozni, én nem látom magam előtt, hogy a Premier League így eldobná magától. Nem, valószínűleg nem. Hát ő, nyilván minden klub ugye a növekedést keresi, ahhoz, hogy növekedjél, ahhoz meg bevételeket akarsz felhajtani. Látva ezt az egész európai élmezőnyt, nyilván e felé tartunk, és most ugye hallani lehet olyan hangokról, hogy akkor a Superliga kezd feléledni a hanvaiból. Amikor, er, amikor még annak idén a Szuperliga Hanvába holt indulása kapcsán beszélgettünk, akkor, akkor szó nyitva maradt ez az ajtó, hogy, hogy ez valamikor még visszatérhet. Most ugye úgy néz ki, hogy újra van egy ilyen kezdeményezés, tehát hogy ö, van egy ilyesmi irány is. Maga a Chelsea dilemmája pedig nyilván az, hogy büntethető e a szurkolók emiatt, büntethető egy klub amiatt, hogy most sok ezer kilométerrel arrébb fegyveres konfliktus zajlik. Uh, nyilván el lehet ezen vitatkozni, nem is feltétlenül kell az, hogy most ebben vélemény nyilvánítsunk, hanem csak az, hogy ez milyen dilemmákat jelent, vagy milyen, milyen olyan nyitott kérdéseket dob fel, amiket más kluboknál is ugyanúgy fel lehetne tenni. Tehát ez a kérdés, ami most a chelsea történik, ez ugyanúgy megtörténhet hamarosan egy másik klubnál is, attól függően, hogy most éppen melyik régióban lesz valamilyen konfliktus. Úgyhogy ez, ennek a megoldását meg aztán majd valahogy az európai intézmények valahogy megpróbálják megoldani. Beszéljünk egy kicsit a PSG Real Madrid vagy Real Madrid PSG utózöngéiről. Úgyhogy van a meccsről, meg a tünetekről, meg az okokról beszélgetünk egy Sipszó utánban, ott megtaláljátok ezeket is. De hogy mi történt azóta? Mert hogy a PSG most jelenleg egy olyan fázisban van, ahol hát elég csúnya másnaposságban szenvednek. És uh, a hétvégén ugye játszottak uh, egy bajnoki mérkőzést, akkor gyakorlatilag mindenkit kifütyültek egy Bordeaux elleni meccs ellen. Szétszették a bordót így is, mert a bordó egyébként retek szar, de hogy gyakorlatilag egyetlen egy játékos volt, akit nem fütyültek ki, az Kylian Mbappé volt, aki feltehetőleg a szezon végén el fog menni. Uh, a kollektív Ultra Paris, ez a legnagyobb szurkolói csoportja, vagy ultra csoportja a klubnak, az kiadott egy közleményt, uh, ami azért volt érdekes, mert hogy abban a közlegményben minden elégedetlenségüket megfogalmazták, hogy nem ismernek rá a klubjukra, túlságosan a márkára fókuszál a vezetőség, és nem a klubra, hogy az egész úgy néz ki, mint egy sztárok gyületkezete, hogy nincsen koherens sportszakmai koncepció ebben az egészben, és úgy kritizálták, vagy úgy fogalmazták meg az elégedetlenségüket, hogy abban egy, egy szót nem ejtettek a Bajnokok Ligája kiesésről. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen fő kritika, és nyilván most, most e e ebben a ilyen letargiában vannak, ahol a, a, vezetők, illetve a szurkolók egymásra mutogatnak, és most a vezetőségtől jött egy olyan válasz, ahol azt mondták, hogy hát a szurkolók nem ismerik fel azt a lehetőséget, meg azt a fajta, nem tudom, nem elég hálásak azért, hogy mégis csak egy klubban tudhatjuk Mbappét, messi és és Neymart, és tessék ezt jobban értékelni, kellene ezt jobban értékelni? itt ebben a kinyilatkoztatásban, így, így, így tudom, mit nem értek, hogy így, ez most tűnt fel nekik, hogy... Hát ez, ez, ez most vették észre, tényleg? Tehát, hogy amikor kiestek a Real Madrid ellen, ha nyertek volna a Real Madrid akkor, akkor, ez nem így lett volna? Akkor látszódna a sportszakmai út? Akkor látszódna, hogy itt nem a brand a lényeg, hanem a, a, a célok, és a többi, és a többi? azt szerintem nem. Tehát nem ezen a meccsen múlott ez. Ez egyáltalán nem ezen a meccsen múlott. Tehát ha nyert volna a PSG, akkor más lenne a helyzet. Rohadtul nem. Rohadtul nem. Rohadtul nem. Ettől függetlenül a sportszakmai problémákat azért, azért látni, és, és, főleg ez a kifütyöléses sztori, hogy kifütyölték messi meg kifütyölték neymar meg mindenkit, csak Kylian Bappét nem. Tehát aki valószínűleg jövőre már a Real Madrid játékosa lesz. Ez, ez, a legfurább az egészben, és ez a leg, leg legfurcsább így a, így a, szurkolói hangulatot. Kicsit megértve próbáltam gondolkozni ezen a sztorin, és így hát nem értettem. Tehát így. nálunk az van, hogy nem írod alá a szerződés hosszabbításról, a de belé mi akkor fütyülünk ki, ott meg azért, azért nem fütyülik ki, mert nem írta alá a szerződés hosszabbítás. Tehát, hogy végre valaki, aki nem csatlakozik ehhez a, ez a marketing üzlethez, hanem tényleg valami is komoly sporteredményt akar elérni Spanyolországban, akkor ez, ez, tapsot érdemel, ne, tapsot érdemel, nem fütyöd? Tudom, hogy nem így kéne ragadni, de érted a problémámat, ugye? Ne, de, de most ez egy kicsit csúsztatás is, amit mondasz, de értem, hogy milyen, vagy a stílus a, a, a lényeg ebben, de hogy nyilván nem azért nem fütyülik ki, mert eligazol, hanem azért, mert annak ellenére, hogy úgy tűnik, hogy eligazol, és hogy elvágyódik, és el akart menni, az elmúlt hetekben, hónapokban végtelenül profi maradt. És érted? Ezt nyugodtan odaírhatjuk Mbappé számlájára hogy ahhoz képest, hogy a háttérben folynak egyeztetések, elvágyódások, ambíciók, ehhez képest Mbappé végig teljesített. És ott van a bajnokságban, és szórja a gólokat, és ezekben a bajnokok ligája mérkőzéseken is érezhetően nem rajta múlt ez a kiesés, hanem termelte ugyanúgy a gólokat. Gyakorlatilag arról beszéltünk az odavágon, hogy Mbappé masterclass. Érted? És itt is a visszavágón is arról volt szó. Tehát, hogy szerdán a Real Madrid tényleg három dolgot nyert meg. Az egyik a meccs, a másik a továbbjutás, és a harmadik meg Mbappé. És hogy Párizsban az a furcsa ilyenkor, hogy, és ez egy kicsit szerintem ott a remontadáknak a természete, amit valahogy Párizsban mindig olyan furcsán olvasnak ki, az az, hogy mindent meg lehet magyarázni. Még egy remontadát is. Mert hogy ilyenkor, ilyenkor beindul a re relativizálás. Hogy azt mondták, hogy a Barcelona elleni ugye 6-1-es kiesésnél, hát azért mégiscsak az odavágó 4-0-ra nyertünk, érted? Tehát, hogy ez nem voltunk mi olyan messze. A United ellen ott is az volt, hogy az utolsó pillanatokban estünk ki. Most is gyakorlatilag azt hallod, hogy 150 percig vezettünk a Real Madrid ellen. És erre jönnek a racionális magyarázatok, hogy nem kell minden kidobni, nem minden olyan rossz, de hogy alapvetően már a talapzat sem stimmel ez a furcsa ebben az egészben, és a psg meg volt mindig ez a fajta ilyen, hogy ez, ez, a fajta ilyen válaszreakció, hogy amikor egy ilyen megjön, akkor nem az, a, nem az, van, hogy itt az egészet újra kéne húzalozni, jobb célokat lefektetni, hanem az, hogy nem, még, még vásárolunk. És akkor a leégések után általában azért voltak ilyen kirúgások, mert például a Ramontada után úgy kirúgták, hogy a sportigazgatót Klaivertet, meg egy, meg egy másik arcot, A United után kirúgták Antero Henrikét, és ugye most a Pochettino helyzete a nagy kérdés, hogy neki ugye van egy, a fia szintén a stábjának a része, ő a fizikai felkészítője a Pérzsének, és Pochettino felesége még mindig Londonban él. Pochettinot szeretik a játékosok, legalábbis azt mondják, hogy ahhoz képest, hogy mennyire töredezett az öltöző a Párizsban, hogy a dél-amerikaiak, a hispánok, a, a franciák, azok mennyire ilyen külön klikeket alkotnak, mégis valahogy elfogadják Pochettinot, szerződés köti még mindig Párizshoz. És mindezek mellett meg ilyen, hát, hogy mondjam, terített a piac, vagy legalábbis hogy mindenki foglalt, és mindenki arról beszél, hogy Zinedine Zidán jöhet a helyére, de Zidán meg ott tart szerintem, hogy ő, ő a francia válogatottra próbál rámozdulni, és az meg gyakorlatilag eldőlhet akár Katar után is, tehát hogy neki igazából csak fél évet kell várnia, és még akár be is teljesedhet ez. Úgyhogy ez a furcsa, hogy a vezetőség simán kiolvashatja ebből ezt is, hogy akkor jó, egy-két változtatás elég, vagy lehet, hogy csak egy, csak egy jobb edző kell, meg azt is, hogy akkor kirúgunk megint kulcsembereket, és akkor megint hozunk olyan embereket, akikről azt gondoljuk, hogy jobb, másképp fogják csinálni, de lényegében ugyanazt fogják. Hát uh, Thomas Tuhelt egy BL-döntő se mentette meg. Most így nem tudom, hogy Pochettinot egy, 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 egy francia bajnoki cím meg fog-e menteni. Nem, szerintem nem egyébként. Csak a, a, a helyzetét próbáltam körülírni, hogy egy kicsit rendkívül ilyen szempontból, de szerintem sem. Tudom, hogy Pocsettino szempontjából lehet, hogy Pocsettino örülne legjobban a kirúgásnak, kapna egy busás kielégítést, és kaphatna új lehetőségeket, olyan lehetőséget, ami, ami a saját edzői karakteréhez sokkal jobban passzol, mint mondjuk egy Paris Saint-Germain. Mert hogy szerintem ő csak alapvetően az elvállalás is azért történt meg, mert hogy... Nem jöttek, nem jöttek, azok a nagy klubok. A Manchester United mást választott, nem őt választotta, hanem hogy nem jöttek be azok az opciók, azok a lehetőségek, amik, amik, amikre számított nagyon sok mindenki, szerintem ő is. Tehát ez ilyen szempont Pochettino távozása lehet, hogy jó lesz. De ha nem sikerül egy zidánt leigazolni mondjuk a vezetőedzői kispadra, hanem mondjuk keresünk egy másik ilyen stílusedzőt, az nem fog változtatni egyébként a dolgokon. És itt szerintem az edző fölött is probléma van, mert hogy leonardo a munkájával is, tehát nem érzem, hogy olyan baromira elégedettek lehetnek. Főleg azért nem, mert hogy ez mondjuk, hogy nyílt titok, hogy ő nem a, nem a vezetőedzővel összedolgozva csinálja mondjuk az igazolásokat. Tehát mondjuk a vezetőedző kér egy játékost, ő meg inkább egy másikat választ. Tehát, hogy ez nem, nem viszi előre alapvetően a projektnek a sikerességét, és majd erről a negyedik témánkból is beszélünk, hogy a sportigazgatónak, vagy egy jó sportigazgatónak mi a pontos feladata. Pontosan, tehát hogy, hogy, nem tudom, amit a PSG csinál, az egyik, szerintem, és nem szeretem annyira ezt a hasonlatot, de hogy az kis, egyre kísértetiesebben hasonlít a, a 2000-es évek közepén látott Real Madridra. Ahol, de, hogy, de, tehát hogy azt hiszem, hogy elcsépelt, mert hogy annyiszor hozták ezt fel példának, hogy, hogy elcsépelt összehasonlítás, de hogy annak az egész projektnek ugye a kollektív tanulsága az az volt, hogy ha elveszíted a fókuszt a csapatodnak az egyensúlyáról, akkor az előbb-utóbb rád fog szakadni. De figyelj, volt, figyelj, Krisz, a... figyelj Krisz, szerintem a Real a galaktikus időszaka a szurkolók szemében, és nagyon sok mindenkinek úgy van meg, hogy ez egy sikeres időszak. És az is volt, amíg nem lett, a, 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 a Leverkusen-en elé bl döntő ig volt az. Szerintem addig volt az. És onnantól, mikor, mikor már mindenkit kiszortak, csak a sztárjátékosok jöttek előre, meg, meg jöttek ilyen Vanderlei Luxemburgon, meg mindenféle edzők már gyakorlatilag, már majd, hogy nem Kairos, Kairos, mindenki volt ott vezető edző, tehát akkor már akkor volt az, hogy na itt tényleg elveszett az a, az, a, projekt, és akkor utána itt mindenek el kellett mennie, de valamiért a szurkolók szemében, vagy az emberek szemében az egy sikeres korszakként van, van elnevezve, vagy, vagy úgy emlékeznek rá. Pedig nem volt az. Azt, hogy mennyire sikeres, azt nem tudom. Azt, hogy ez egy markáns korszak volt, arra mindenki emlékszik. Azt hogy hogy galaktikusok, mindenki tudja, hogy Zidán, Beckham, Figo, érted? És hogy tudtad azt, hogy minden évben kijött, érted, egy, egy új iPhone, minden évben kijött egy új Star Wars folytatás, minden évben tudtad azt, hogy, hogy valakit fel fog venni a Perez. És, de, de igen, és köz... de hogy ez Zidánig működött, utána meg már nem. Igen, és, és, érted, és ennek az egésznek volt a lakmusz papírja, ugye ez a Claude Makelele hasonlat, amikor azt mondtad, hogy az a játékos, akit, akit csak úgy hivatkoztak le, hogy ez a csak oldalra tud passzolni, és gyakorlatilag az, ez nem is az a lényeg benne, hanem az, hogy az, a, a sportszakmai koncepciót elvesztette ez a projekt. És a psg is valami egészen hasonlót látunk, mert látunk Real Madridban is, hogy ennek az eredményét, és hogy a PSG is gyűjti a sztárokat, de nem úgy, mint Perez annak idején, hanem csak az, hogy oké, okay, akkor vásárolgatunk, és mindenféle polcról leemelnek valamit, és akkor, érted, néhány évvel, három évvel ezelőtt döbbenetesen pocsék volt a középpályája ennek a csapatnak. Amikor kiestek a United ellen, azután vették meg a Ander herrera az Idris nem sokkal később a Paredes, meg a Dani t tehát hogy az egy, egy ilyen kietlen puszta volt. Nem annyira fejnehéz most ez a, ez a BSD csapat, mint annak idején volt ez a Real Madrid, de látod azt, hogy ilyen impulzusok alapján haladnak bizonyos esetekben. És hogy Más csapatoknál nagyjából látod azt egyébként, hogy milyen játékosokra nincsen szükség, vagy hogy mit nem fognak venni, addig a PSG-nél gyakorlatilag bármit el tudsz képzelni. És hogy most vannak egy olyan helyzetben, hogy, oké, okay, Mbappé-t elveszítjük, tulajdonképpen most hogy kéne ezt újraépíteni? Tehát, hogy ki, ki itt a hiányzó láncem? Nincsen, mert az egészet egy olyan talapzatra állítottad, ahol nem volt so sportszakmai koncepció. Nem tudtál egy labda nélküli fázis felépíteni, labdás fázisban nem tudtad, hogy igazából mire építesz. Tehát, hogy. Na, és akkor most itt tartanak. És ezért lesz érdekes az, hogy mit fognak dönteni játékos szinten, maga akár döntéshozói szinten, hogy akkor ki lesz az a sportigazgató, aki ezt az egészet mondjuk újra gondolja, vagy megtartják ugyanazt az arcot, meg a régi bútorokat, és azt mondják, hogy na jó, veszünk az Mbappé helyett egy másik csatárt, megoldjuk, megoldjuk, megoldjuk okosba. Érted. Ahogy említettem az előző témában is, a sportigazgatókról szeretnénk beszélni. Ugye időről időre, alkalomról alkalomra beszélünk ilyen mindenféle posztokról, szerepkörökről, feladatokról, nem csak a pályán, hanem azon kívül is. És erre láttuk, hogy van is igény, hogy akár meg is írhatjátok, hogy mire vagytok még egyébként kíváncsiak. De most tartsunk a sportigazgatókról egy ilyen, egy ilyen beszámolót, vagy egy ilyen véleményt így a részünkről. Ha már leonardo beszéltünk, és a Paris saint beszéltünk, nagyon fontos szerepe van egy klub életében a sportigazgatónak. Ideális esetben van egy ügyvezető igazgatója egy klubnak, tulajdonos, bizottsági kör, minden klubnál máshogy néz ez ki, de van egy, van egy vezetőségi réteg, és alattuk van egy director of football, vagy sportigazgató, hívjuk, ahogy akarjuk. Ő, ő az, aki ideális esetben hangsúlyozom, meghatározza a klubnak a játék filozófiáját, amihez választ egy olyan edzőt, ami mondjuk illik a klubnak a történelméhez, stílusához, játékos keretéhez, ez minden klubnál más lehet, vagy más, más lehet itt a prioritás, és együtt dolgozva az edzővel, ő az, aki mondjuk a, az, a jövőbeli igazolásokat intézi, a játékosoknak a szerződés hosszabbításával foglalkozik, tehát ő az, aki az anyagi részét intézi a sport tevékenységnek összességében. Ez a lényege, és hogy egyébként ez egy iszonyatosan fontos pozíció, és mégis egyrészt, egyrészt le is van nézve ez a, ez a pozíció szerintem, szurkolók és a szakma szempontjából is, másrészt meg nagyon-nagyon kevés az igazán jó ember a sportigazgató, akit egy ilyen top-top-top-top kategóriába tartozik. Az, hogy le is van nézve, ezt ne, lehet, hogy inkább úgy mondanám, hogy ez egy olyan pozíció, aminek egy nagyon nagy része igazából az árnyékban zajlik, aminek a funkciója az árnyékban zajlanak. Ezért aztán annyira nem látható, mint mondjuk egy edző, aki azért mégiscsak oda megy nyilatkozni, ott van a pálya mellett, ő hozza meg ezeket a döntéseket, amiket aztán pályán köszönnek vissza nekünk. Tehát, hogy a sportigazgató ilyen szempontból egy láthatatlanabb munka. Ugye maga a sportigazgatói szerepkört, azt arzenál szurkolóként azért elég közelről megértük. Meg nem csak a magát a szerepkört, hanem azt, hogy hogyan változott meg maga a pozíciónak a a felépítése Angliában. Mert ugye ez az angol száz modell, ahol arról, ami arról szólt, hogy lényegében a klubot egy menedzser vezeti, tehát egy olyan ember, aki egyszerre edző, egyszerre sportigazgató, mindent átlát, mindenben ő hozza meg a döntéseket. Ez gyakorlatilag az elmúlt 10-15 évben is szépen elkezdett leépülni. Mert hogy ugye mi történt, elkezdett nagyon sok klub specializálódni, ahol az lett a mondás, hogy igazából a cipész a kaptafánál. És akkor megjelentek ilyen olyan területek, ahol tudtad az, hogy a menedzser nem biztos, hogy rendelkezik hozzá a szükséges kompetenciákkal, tehát hozzunk be embereket, akik aztán tényleg értenek a, a sport science a sporttudományokhoz, az analitikához, a scoutinghoz, a coachinghoz, magához, és akkor el lehet menni tényleg a bedobás specialistákig. De ugye ez olyan nehézséggel jár, hogyha nem egy ember a központi elemennek az egésznek, mint egy Arsene Wenger, mint egy Sir Alex Ferguson, ugye a folyamatok egy kicsit ilyen bonyolul, vagy bonyolultabbá válnak. Tehát, hogy ez a ki miért felel, ki hozza meg ezeket a döntéseket, és hát nyilván Arsenal szurkolóként láttuk azt, hogy milyen, amikor Wengernek ezt nem bírták lenyomni a torkán. Tehát, hogy ezt nem akart elengedni ezt az egészet, és akkor volt is egy híres nyilatkozat, ahol ezt mondta, hogy ez a I don't know what a sports director does. <laughs> nem tudom, hogy mit csinál egy sportigazgató. Nyilván ezzel jelezni akart, hogy neki nincs szükség arra, hogy valakit a fejek fölé hozzanak, mert hogy egy sportigazgató ugye hol helyezkedik el egy ilyen funkcionális szervezetben, hát az edző meg a tulaj között. Ő az, aki ugye ezeket a döntéseket hozza meg. Úgyhogy nyilván a topfútban mindig megnőtt a tét, hamarabb megválnak az edzőktől, mert azonnali sikerek kellenek, tehát nem engedhetik meg mondjuk, hogy nem tudom, átmenetileg rosszabb helyezéseket érjenek el. Csak ugye ez kockázattal jár, hogyan lehet ezt a kockázatot így jobban ö, lefedni? Hát úgy, hogyha azt mondod, hogy specializálódsz, és akkor tényleg kompetenciákat hozol be egy szervezetben mindenhova. Úgyhogy, úgyhogy igen, úgyhogy egyébként azok, azok a funkciók, vagy azok a feladatkörök, amiket mondtál, ez gyakorlatilag klubonként eltér. Mert hogy az, hogy s játékos szerződéseket kezelsz, játékosokat toborozol, ügynökökkel állsz kapcsolatban, ahol egyébként Angliában egészen borzasztó a helyzet, tehát hogy ott valami 2000 játékos ügynök dolgozik napi rendszerességgel. Néztem egy dokumentumot, ott 54 oldalon keresztül ö, sorolták, hogy hány ügynök van Angliában. Gondolj bele, hogy egy sportigazgató, ha csak ezzel foglalkozik, tehát minden mással nem tud. És akkor ott van a stratégiai kérdés, a játékfilozófia, a korosztályos csapatoknak a koordinációja, tehát ez mind-mind, mind a sportigazgatónak a feladata. Ami meg aztán, hogy ezt a klubok hogyan oldják meg, meg melyek azok a szeretkék, amikből, amiket ezekből odaadnak neki, ez tényleg klubonként eltér, meg az is, hogy egyáltalán milyen embereket választanak ki, akik, szük, akik rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal. Mert hogy van, aki ilyen külsősöket hoz be, meg van, aki gyakorlatilag ilyen régi klublegendákhoz fordul a sportigazgatóknál itt a szerepkör azért változott meg Angliában, mert egész egyszerűen túl sok feladata lett a sportigazgatónak. Kvázi szervezetet is kellett egyszerre építenie, meg a csapatnak a taktikáját is állandóan fejleszteni, variálni, javítani, és edzeni a csapatot. És egyszerűen ez túl sok feladat egy, egy helyen. Tudnék erről beszélni. Szóval, hogy, <laughs> szóval, hogy, szóval, hogy, hogy egész egyszerűen túl sok minden gyűrődik bele egy, egy ilyen feladatkörbe, ami, ami egy idő után így, így vállalhatatlan, vagy, vagy, nem, nem, vagy mondjuk, hogy jobban működik, hogyha szét van szortírozva, és a sportigazgató inkább egy, egy szervezetet épít, egy scouting rendszert épít ki, akinek van egy feje, hogy ő jelent neki az az edzői stábba sem szól bele, ő csak az, a vezetőedzőt nevezi ki, a vezetőedző meg majd a stábját maga köré építi, maximum kap egy keretet maga köré. De mondom, az ideális esetekről beszélünk. A gyakorlatban ez sokszor úgy néz ki, hogy a sportigazgató olyan durván szól bele a vezetőedzőnek az feladataiba, hogy megmondja, hogy ki legyen a kezdőcsapat Magyarországról. Több példát is tudnék mondani. Hogy egész egyszerűen hogyan nézzenek ki az edzések. Tehát gyakorlatilag belefolyik a másoknak a munkájába. És biztos, hogy benne, hogy ez nem csak magyar példákat tudok mondani, de Magyarországon biztosan tudok mondani többet is. Ezeknek a, ezeknek a feladatoknak és a folyamatoknak viszont a fontosságát, ezt muszáj egyébként elmondani, mert hogy ő az, aki látja a költségvetést, látja a lehetőségeket, hallja a kéréseket, hallja a jelentéseket, és az alapján ő hozza meg a döntéseket, azt, is, azt is mérlegelve, hogy mit mondott az edző, mit mondott a scout, milyen, milyen pénzügyi lehetőségeink vannak, és milyen A, B, C, D, E, H, és a többi, és a többi opciók vannak még az asztalon. Igen, és ugye gyakorlatilag a sportigazgatót nem mindenhol hívják sportigazgatónak. Tehát ha csak az angol példából indulsz ki, ott vannak technical directorok, meg head of football administration, én most azon nevettem a legjobban, hogy a, ugye a Chelsea-nek ugye szoktuk említeni a, az ottani egyik ilyen kulcsemberét, ugye Granovskáját, aki akinek felírtam a, a, titulusát, Member of Board of Directors in Charge of, in charge, charge of Football. Tehát, hogy ez a futballért felelős vezetőségi tag. Úgyhogy, tehát, ez, ez, tényleg ennyire, ennyire megosztik, hogy akkor ki hogyan nevezi el, mert nyilván a feladatkörökből is ö, ez. De ugye az, hogy az is érdekes szerintem, hogy, hogy nagyon sok klub egyébként, akár a top futballban is, ö, olyan embereket bíz meg ezekkel a feladatokkal, akik, akik valahogy a, a, haza gyermekei. Tehát hogy általában volt játékosok. És akkor érted, itt lehetne sorolni a, a legújabban ugye a Unitednél a Darren Fletcher, a, az Arzenálnál Edu Jó, azért tudnék én mutogatni, meg Abidára. Zár, nagyon Tehát, jó. nyugodtan, nyugodtan lehet ez. Maldini, Maldini. Érted, <laughs> és akkor, és akkor érted, Rudi Föller még annak idején, ugye Mikhail Zork, ugye a Dortmundban, ő is gyakorlatilag egy klublegenda, és aztán eltérő hatásfokkal, meg eredményességgel tudnak befutni. Meg hát nyilván vannak olyan emberek, akik meg más képzettséggel rendelkeznek, akár jogászok, vagy sportmenedzser iskolát elvégzettek, és akkor nem tudom, tehát hogy a, a Michael Edwards, aki ugye a Liverpoolnak a szakmai igazgatója, ő, ha jól emlékszem, hogy adat érkezett a klubhoz, és gyakorlatilag így járt ki a, a, a létre, de mondjuk ott van most a, a Newcastle-nél is, ugye a Dan Ashworth, aki meg ugye az angol, angol válogatottnál dolgozott, azt utána a Brightonnál. Tehát, hogy nem feltétlenül lokális emberek, de ugye miért választanak lokális embereket? Mert hogy, mert hogy nyilván, ha egy klub azt mondja, hogy szeretne egy ilyen erősebb identitást kialakítani, akkor egy olyan embert keresnek, aki ismeri a klub viszonyokat. Ahogy a régi főnököm hívta még annak idején, hogy nem kell az első hetekben, hónapokban azt keresni, hogy hol van a Budi, hanem tudja az, hogy ki miért felel, tudja az, hogy, 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 hogy ki mivel foglalkozik, ismeri a régiót, az embereket, a szurkolókkal már van egy kapcsolata, tehát ismeri a közeget. És, és nyilván, ha egy, egy benfentes emberben az az előny még, hogy, hogy neki meg már van gyakorlatilag egy kapcsolatrendszere. Ismeri az ünnököket ismeri a piacot, tehát hogy valamennyire rálátása van erre, csak ez még ugye nem garantálja az hogy feltétlenül jó döntéseket is fog meghozni, vagy nem fog bizonyos esetekben a kapcsolatrendszerén belül inkább valamilyen egyéb saját egyéni hasznot ö, priorizálni. Úgyhogy ö, hogy ez, ez az érdekes benne, hogy, hogy, van, hogy ki így, ki úgy választ, de egyébként meg egy ilyen sikeres sportszakmai igazgatónak a, a, az eredményességét általában úgy mérik, hogy, vagy inkább úgy mondanám, hogy mi a nehézsége, meg mi a bája ennek az egésznek, az az, hogy, hogy ha valakiről ki tudod alakítani azt, hogy arany műves, akkor az már egy ilyen sikeres embernek tűnik. Tehát az, hogy olcsón tud vásárolni szinte a semmiből játékosokat, és azt drágán eladni, hát onnantól kezdve akkor ő a sportszakmai igazgatóknak a krémje. Mert hogy ez ugye azt jelenti, hogy egyrészt van egy nagyon jó ilyen tehetségfeldirítői szimata, a másik meg, hogy jó tárgyaló partner, mert hogy drágán tudja eladni a játékosokat, és akkor érted. Spanyolországban, ha azt mondom neked, hogy Moncsi, azért az úgy a persze, az, nem az rossz. a, Sevilla modell az abszolút látható, hogy az így működik. Még nyilván klubtól, függ, klubtól is függ, hogy a sportigazgatónak milyen pontosan milyen feladatköre van. Vannak olyan klubok, akik erre építenek rá, hogy játékosokat építenek föl, és azt tovább értékesítsék nagyobb klub, vagy nagyobb klubok irányába. Vannak olyan klubok, amik a legnagyobbak, tehát ők, ők, ők azok, akik a lehető legjobb feltételek mellett próbálják megszerezni a lehető legjobb játékosokat ez egy másik modell. Mert vannak, vannak, tényleg a, mondjuk, hogy a legalul lévő, lévő klubok, ahol, ahol mondjuk hogy szemezgetnek tényleg ilyen mindenféle bajnokságokból, hogy tudjanak hozni valamilyen játékost, aki valamilyen fellendülést hozhat a, a, a klubok életébe. Még egy valamiről azért szerintem beszéljünk, amikor hát azt hagyja, hogy a sportigazgató belenyúl az a kezdőcsapatba, de amikor a tulajdonos nyúl bele a sportigazgató munkájába, na ez egy másik szép, történet, és, azért ebből is láttunk jó pár példát egyébként, hogy, hogy amikor, amikor azt mondja a klub tulajdonos, a pénzes ember, hogy hát én vagyok a sportigazgató is egy személyben, és aki, aki a pénzével próbál mindent megoldani, a sport szakmai tudásával, bőven láttunk az ilyet a futball világban egyébként. Meg látunk, olyat is, hogy van sportigazgató, de majd azért a klub tulajdonos, vagy klubelnök fogja -e eldönteni, hogy ki legyen a következő vezetőedző. Szóval ez egy nagyon-nagyon nehéz poszt, nagyon-nagyon nehezen kivitelezhető sikeres pozíció, mégis egyébként ilyen, hogy Monchi vagy Luis Campos nagyon keveseknek mondanak egyébként sok mindent pedig ezek, ezek rendkívül fontos emberek a futball világ szempontjából egy klub életében. Ennyi volt már a Hot Topic, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményeitekre. Az összes témákkal kapcsolatban Aranabdától a sportigazgatóig mindegyiket szívesen olvassuk. Fontos elmondani, hogy a héten még lesz egy különleges dupla szűrő, ugyanis nagyon sokan kértétek, hogy Csavi Barcelonáról legyen már egy adás, lesz, vasárnap pít készít egyet, és ha már a vasárnapra tartunk, akkor tartsuk a Sipszó utánokat is, hiszen vont a Real Madrid Barcelona mérkőzés után, lesz egy csípszó után Szabó Kriszel, Egri Viktorral, tartsatok velünk akkor is, és persze jövő héten a Hot topic is. Iratkozzatok fel, legközelebb találkozunk. Sziasztok! Hello!